Február 22-én Ferenc pápa 19 új bíborost kreál. A három új emeritus bíboros egyike Kelvin Edward Félix. Kelvin Edward Félix 1933. február 15-én született Dominikán. 1956-ban szentelték pappá. Teológiai tanulmányai mellett egyetemi végzettséget szerzett andragógiából, szociológiából és antropológiából is. Érsekké 1981-ben nevezte ki II. János pápába. Életének legnagyobb fizikai megpróbáltatása a világ sajtó figyelmét is megragadta, amikor 2006. április 12-én egy ember késsel rátámadt és megvágta a nyakát. Ez is közrejátszott abban, hogy 2007-ben kérte, hogy az egyházmegye ügyeinek akadálymentes vitele érdekében a Vatikán nevezzen ki egy ügyvivőtársat. A kérésének a Vatikán eleget tett. Kelvin Edward Félix jelenleg a római kúria tagja.